500 millió forint forog kockán a PokerStars European Poker Tour budapesti versenyén. A harmadik játéknapon már csak a fennmaradt 184 játékos ülhetett a pókerasztalokhoz, közöttük 21 hazai játékosunk. Így joggal remélhettük, hogy a 500 milliárdos díjalap nagy része itthon marad. Sajnos nem így történt. Csupán 4 játékosunk jutott pénzt érő helyezésre. Az olaszok reménysége, a PokerStars profi csapatának tagja, Luca Pagano hamar lelombozta a talján reményeket, már a nap közepén kiesett. A versenynap leghangosabb pillanatai nem meglepő módon Rutkai József nevéhez kötődtek. Egy kérdéses parti kapcsán a zsetonok hovatartozásáról végül a versenybíró és a versenyigazgató egyhangúan Rutkai javára ítélt. A csinos Kara Scott, az LPT versenysorozat tévés házigazdája sokáig küzdött, de a férfiak legnagyobb bánatára a nap végén az 53. helyen 5300 euróval távozott. Talpon maradt magyarral, Tóth Zoltánnal, Saskői Szabolcsal, Tolnai Tiborral és Andrejkovics Milánnal, valamint tudósításainkkal holnap is várjuk Önöket. Viszontlátásra!